Néhányszor majdnem kiürült tegnap a parlament ülésterme, pedig a költségvetést megalapozó törvényekről és az adótörvényekről vitáztak. Volt olyan pillanat, amikor összesen öt képviselő volt bent, a pártok híradónkkal azt közölték, a szakpolitikusok jelen voltak az ülésem. Üresen árválkodnak a padok, nem telt meg az ülésterem a parlament tegnapi tanácskozásán. A költségvetés megalapozó törvényekről és az adótörvényekről vitáztak a 10 órásra tervezett ülésen. A KDNP képviselője el is mondta, hány jogszabályt kell módosítaniuk a képviselőknek. 18 olyan törvényét, amely szükséges ahhoz, hogy az elmúlt héten, illetve ezen a héten megvitatott költségvetési törvénytervezetet megalapozottan tudja a tisztelt ház Elfogadni. A parlamenti stúdió szerkesztett felvételein is látszik, hogy alig voltak politikusok az ülésteremben. Az MTI tudósítójának egyik fotóján pedig összesen öt képviselő látható. A vitában a Fidesz képviselői arról beszéltek, hogy a gazdasági teljesítményből jövőre már az embereknek is részesedniük kell. Ezért fontos az, hogy a következő évi költségvetés és az ezt megalapozó jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy 170 milliárd forinti összeg, a jövő évben visszáromoljon az emberekhez adó csökkentés formájában. Az MSZP-sek szerint a költségvetés tervezetéből megint az derül ki, hogy a kormánynak évek óta nincs következetes gazdaságpolitikája. Viszont látunk folyamatos improvizálást, adhok kormányzást és a mindenkori kormányzati akaratnak a törvényekbe való átvezetését. A Jobbik szerint a kormánynak vissza kellene vonni a beterjesztett költségvetést. Megkerestük a parlamenti frakciókat, hogy megkérdezzük pontosan hányan vettek részt közülük a tegnapi vitában. Senki nem akart kamerán elé állni. A Fidesz közleményében ezt írta. A vitában a parlamenti napló tanúsága 16 fidesz kdmp s képviselő vett részt és volt jelen, több mint az összes többi parlamenti pártól együttesen. Hozzátették, hogy a frakcióvezetés az egyéni választókerületekkel rendelkező képviselőknek választókerületi programok esetén engedélyezte a távollétet. A legnagyobb ellenzéki frakció azt írta, az MSZP képviselőcsoportja a hét minden napján minden törvény vitájában kihasználta a rendelkezésére álló időkeretet. Az MSZP frakció szakpolitikusai a szombati vitán is jelen voltak, és részletesen kifejtették a szocialista párt. Az LNP sajtóosztálya közölte, a pártból Smukkerzsébet vett részt a vitán, azért csak ő, mert ez az ő területe, két szónoki felszólalása volt nagyjából 20-20 percben. A jobbik frakciójától nem kaptunk választ. A szombati ülés a tervezetnél másfél órával hamarabb ért véget.